Csendesen hullámzik az Adriai tenger, velünk szemben Jezoló van, mögötte pedig az a hatalmas venétói régió, amit a podgyásszal járunk be itt Észak-Kelet Olaszországban, úgyhogy ma is folytatjuk ezt a jó szokásunkat, tartsanak velünk! Hetek óta járjuk már az olasz csizma jobb felső sarkát, ami az Alpok-Dolomitok nevű részétől az Adriai tengerig húzódik, Veneto régió a neve. Gasztronómiában, gazdag földrajzi formákban változatos vidék. Érdemes rápillantani előző adásainkra is, hogy milyen szép tájokon tekereg a podgyász, merre is kergetjük itt az édes életet. Ez még mindig Veneto régiója, ahol a podgyásszal járunk, viszont most már érezni a tengert nagyon is, a szellőkből is, meg az illatból, meg mindenből. Körülbelül 1 kilométerrel lehet a nyílt víztükör az Adriai tenger, ez pedig egy Szilea nevezetű folyó. Itt a hegyről érkező vizek itt érkeznek be a tengerbe, ez már egy lagunás vidék. Jezolót meg szerintem a magyarok is nagyon jól ismerik. Ez a Szile, ez ugye a Piave, Észak-Olaszország ugye az Adriai keleti része. Az alapvetően arról egyrészt nagyon híres, hogy ilyen kilométereken át hatalmas homokhövenyek találhatóak. És ugye ami egy nagyon szép része ennek a régiónak, hogy a tengerpartok mögött van egy ilyen rejtett, sok vizes úttal, sok folyókkal, ugye a Piavéval, a Szile folyóval együtt, ezek így ahogy leömlenek ide a tengerhez, egy nagyon szép laguna világot alakítanak ki. Húzunk sorszámot a pékséghez. Mi vagyunk a B90-esek. A mi családi pékségünk már az 1800-as, 1900-as évek fordulójától működik itt Jezolóban, az óvárosi részben. Akkor még jóval mocsarasabb volt itt minden, a családoknak kevés lehetősége volt konyháikban a kenyérsütésre. Ezért begyúrták otthon a tésztát hozzá, majd elhozták hozzánk, és mi megsütöttük az embereknek belőle a kenyeret. Az őseimé volt itt a környéken az első bérsütőde. Pékségkutya, szia pékségkutya! Mauro úr és csapata nagyon kreatív a sütemények és kenyerek készítésénél. Ez a kenyer például a velencei dózse fejfedőjét formázza, de van búzakalász formájú kenyerük is. Ez a koszorú pedig többféle kenyér összesütve, így ha a családi asztal közepére kerül, abból mindenki ízlésének megfelelően választhat, kóstolhat. Az aprócska Roncade települése Jezolótól fél óra, az itteni lagunák közelében egy folyópart mellett húzódik. Egyik leglátványosabb épülete ez a hatalmas villa, ami 1508-ban épült. A pompás épület ma is magánkézben van, de látogatható, sőt különféle kézműves bemutatókat is meghív ide a tulajdonos a környék portékáiból, így folytatja a régi korok hagyományait. Olasz komlóval dolgozunk, olasz élesztővel és persze olasz vízzel, de angol és amerikai típusú söröket készítünk, sőt vannak pils típusúak is. Söreink egy részét tölgyfahordóban érleljük. A címkéknek fontos az üzenete. Ugye mi Treviso mellől jöttünk ide, és a palackokra a város egy-egy nevezetességét rajzoltuk fel, edukációs céllal, hogy sörözés közben tájékozódni is tudjon a turista. Az
Az itteni villákat még annak idején a velencéiek építették. Rengeteg van belőlük errefelé, pontos számot tudok mondani. A regisztráció alapján 5284 darab áll még a környéken. Szállodák, múzeumok ma is sok magánkézben van. A velenceiek annak idején támogatták a mezőgazdaságot, a földet. Ezeknek a villáknak csak egy jelképes bejárata volt fallal, a többi része elkerítetlen maradt. Az épületek körül élénk mezőgazdasági termelés, állattartás és cserekereskedelem folyt. Bámulatos kertje van ennek a villának, ami egyébként 1508 óta itt áll ezen a helyen. Valószínű, hogy ez a fa nem azóta van itt, de hogy nézzék meg, micsoda hatalmas fa ez, tehát hogy szerintem ez is lazán meg lehet egy olyan 200-250 éves, biztosan. Az itteni villákat építő gazdag olaszok egyébként azért jöttek erre a környékre, mert akkoriban fedezték fel Amerikát. Az 1500-as évek elején ezek a jómódú kereskedők azt remélték, a felfedezéssel új piacok nyílnak meg, élénkülhet a kereskedelem, az üzleti élet. Ez ugye hajókkal történt abban az időben, tehát minél közelebb akartak lenni a tengerhez. Renzo egyébként nem csak idegenvezető, de feleségével és két fiával lelkes sajtkészítő is. Családi vállalkozást visznek tovább, ami 1934 óta működik Roncadéban. Nagyon jó erre a klíma, az itt készült sajtok kellemes ízét a kövér fű adja, amit a környék tehenei legelnek le. Mi maximum 20 kilométeren belülről szerezzük be a farmerektől a tejet. Kemény, félkemény sajtokat készítünk, pár hónapos, akár éves érellésűeket. Parmezánunk nincs, viszont olyan oltóanyagunk van, ami után a sajtokat laktózérzékenyek is ehetik. Érdekesség, hogy mi olaszok délen bivajtejes sajtokat készítünk, az ország középső részén juhtejeseket, még itt északon főleg tehéntej, néhol kecsketej a sajtok alapja. Itt bármerre megyünk, körülvesz a víz, lagunák, folyók, sőt egy isteni pipacs és sárga repcemezőre is bukkanunk. Ezt is megmutatjuk értőszemű podgyász nézőinknek, mert csodaszép. Azért beszélünk most olyan csendesen, mert az ott éppen egy hattyú fészek, és valószínű, hogy a hattyú mama rajta ül a tojásokon. Egyébként ez a terület, hogy arrafelé is elnézünk, olyan tisztára, mint egy ilyen édesvízi dzsungel, úgy is néz ki, millió madárral, millió hallal, és egy ilyen nagyon durván élő világgal egyébként. 1965 óta tenyésztenek itt halakat ez a család, 4 generáció egyébként már azóta benne van ebben a bizniszben. River Sile. A család egyik tagja azt mutatja ezen a képen, hogy az itteni Szíle folyó holtágán különleges engedéllyel milyen halnevelő telepet alakítottak ki. Velencétől úgy 40 kilométerre járunk, természetvédelmi területen, szigorú szabályok szerint működik a hely. Például a családnak vigyáznia kell a növényzetre, állatvilágra, még a halakat meg-meg dézsmáló madarakat sem ritkíthatják. 20 féle halat nevelnek, köztük pisztrángokat, angolnákat és tokhalat. Ez utóbbit különleges ikrája miatt is. Rengetegen hordják innen étkezéshez a halakat, de akár dekorációnak is. Ebbe a jókora neveldébe nem csak vásárlókat, turistákat is beengednek, sőt iskolai osztályok is járnak a telepre oktatási órák keretében. A fehér tokhal jó pár éve jelent meg nálunk, véletlen genetikai mutáció eredményeként. A testük nem tartalmaz olyan pigmenteket, mint fekete társaiké. Roppant népszerűek az idejárók között, ezért ma már szándékosan szaporítjuk is őket. Egyébként nem olyan fürgék, mint fekete társaik, ráadásul nyáron, napsütésben árnyékolnunk kell őket a napfény elől. Komplett édenkert van itt, kérem szépen, itt a halak társaságában. Lovakkal, kecskékkel, itt szaladnak, né? Gyertek csak!
Hát sziasztok! Hello, hello! Igen. A podgyász szállása egyébként Jezolóban talált Naná, hogy családi vállalkozásban üzemel, ez is ráadásul közel van a sétáló utcához. Jezoló millió turistáját millióféle étterem szolgálja ki. Mi most egy úgynevezett fine dining helyre ülünk be. Specialitásuk a nyers, tengeri állatok felszolgálása, persze más finomságok is vannak itt. A podgyásszal kipróbáltunk egy itteni érdekességet, a gitártésztát. Fém szálakkal vágják föl magát a tésztát még nyersen, és utána főzik ki, vagyis a gitár húrjaira emlékeztet ez az eszköz, ezért hívják ezt a tésztát gitár tésztának, ami olaszul úgy van, hogy... Spaghetti alla gitarra. Jezolói homokszobor. Jezoló régebben főleg vagy az idősebb, vagy a nagyon fiatal turisták számára volt célpont. Idén sok energiát fektettünk abba, hogy ökoturisztikai programokkal sokkal szélesebb korosztályt hívjunk ide. A várost és a tengerpartját idén jobban összekapcsoljuk a környék gasztronómiájával, laguna világával és az itteni természettel, hozzá változatos sportolási lehetőségeket kínálunk. A legtöbb vendégünk Németországból, Ausztriából és Svájcból jön. A magyarok éppen hogy csak lecsúsztak a dobogóról, a negyedik helyen vannak. Szerencsére ma már rengeteg család érkezik hozzánk pihenni. Őket a tengerparton 300-nál is több, míg a közvetlen környezetünkben 800-nál, a teljes venetói régióban pedig 3000-nél is több szálloda várja. Ezeket ma már összekapcsoltuk, így vendégeinknek nem muszáj egy helyen maradni. Változatos körutakban is gondolkodhatnak, ha ide jönnek. Jezolóval búcsúzunk Olaszországtól is, az itteni sok-sok élménytől. Most itthon Veszprémben folytatjuk, ahol szintén színes kalandokba csöppenünk. A rovat együttműködő partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség. A veszprémi vár felújítása egy 5 éves projekt, és valamikor 2025-ben ér véget, de már most nagyon szép nyomait lehet látni. Egyébként díszesek az épületek, tényleg itt közöttük sétálva úgy érezhetjük magunkat, mint hogyha egy több évszázadot visszarepültünk volna az időben. I love how you keep trying to hold on to me when I turn away. Európa kulturális fővárosa, pontosabban ennek az elődje valamikor 1985-ben indult, és a legelső város, ilyen város az Athén volt, most pedig 2023-at írunk, Magyarországon Veszprém és a Balaton régió Európa kulturális fővárosának most a birtoklója. Az Európa kulturális fővárosa címet az Európai Unió ítéli oda egy évre, így az adott város nagyobb figyelmet és lehetőséget kap kulturális életének és fejlődésének bemutatására. Első a biztonság.
Mi most például egy különleges túrán veszünk részt az itteni Gizella kápolnában, Veszprém legrégebbi épületében. Adásunkkal egy időben júniusban már bejöhetnek ide a kíváncsiskodók vezetett túrákon. Még tart a pici kápolna felújítása, de ez csak még egyedibb ízt ad így a tárlatvezetésnek. A helyet Gizella királynéről, Szent István feleségéről nevezték el. Ezt a kis zsilipet, amin itt átjöttünk az imént, ide raktuk gyakorlatilag az épület elé, hogy egy állandó páratartalmat, hőmérsékletet biztosíthassunk a freskók számára. Ezek nagyon régi freskók, 1230-as években készültek. Ekkora felületben Magyarországon ez egyedülálló. Az utóbbi évtizedekben ezeket a freskókat többször próbálták, illetve restaurálták is, azonban a magas nedvességtartalom miatt ezek eléggé visszafordíthatatlan károsodásokat szenvedtek, ezek a freskók. Emiatt szükséges leginkább ezt megoldani. Nem itt jöttünk most be? De, így van, pontosan. A középkori Gizella kápolna két szintes volt, annak felső szintjét is be lehet járni, ott is tartanak még a feltárások. Ezekbe a folyamatokba is bepillanthatnak az ide látogatók. 1773-ra készült el ugye az érseki palota, ami itt látható mellettünk, hozzáépülve gyakorlatilag most már a Gizella kápolnához, és ennek az építése során volt az a terv, hogy a Gizella kápolnát is elbontják. Ez a legendárium szerint a helyi lakosoknak a közbenjárása által menekült meg. Tadám! This is love I felt. A Gizella kápolnából át lehet sétálni a szintén felújítás alatt álló érseki kápolnába. Az előbb a mellettünk mutatott Gizella kápolna az valamikor az 1200-as években épült, ez pedig az érseki kápolna az 1700-as évek végén, és most a feltárás során itt a fal freskóknál lehet látni, hogy az a nagyon világos folt, az pedig 100 évvel később, hogy az akkori kor embere mit festett rá az eredeti freskókra, azt lehet látni. Az érseki palota teljes felújítása is 2025-re készül el, de egyes részei már most látogathatóak, sőt a teraszra is érdemes kimenni. Egyrészt pazar innen a látvány a városra, és az is megdöbbentő, mekkora acélszerkezetet építettek ide, ezen keresztül tudják ugyanis mozgatni a vár épületeinek felújításához szükséges anyagokat. Igazi kincsre bukkantunk, az érseki palota egyik ajtajának belsején, magának az asztalosnak itt van a ceruzával írt felirata még az 1700-as évekből. Ez itt a nagy préposti palota, és itt van a Gizella kápolna beszorítva az érseki kápolna közé, itt voltunk benne az előbb. Jártunk mi már Veszprémben, érdemes azokat az adásainkat is visszanézni, viszont most bepillantunk a kertek és kolostorok tematikus városi sétába, mert mutat olyan érdekességeket Veszprémből, amikről eddig nem tudtunk a podgyásszal. A Sétpataknál vagyunk, a Sét egyébként egy érdekes elnevezés, mert annyit jelent, hogy patak, a patak nem egy magyar szó, úgyhogy ha én azt mondom, hogy Sétpatak, akkor nyelvészetileg furcsa, mert ez a patak-patak. Itt egykoron 15 vízimalom működött. A História kertben vagyunk, látunk egy gyönyörű épületet, ez az úgynevezett püspöki pihenő. Itt egykoron a Sétpatak partján közelében nagyon sok pavilon, nyárilak volt. A monogram egyébként még a mai napig jól látható az emeleti részen, Kopácsi József. Ő az a veszprémi, nemesi születésű úrember, aki Székesfehérváron lett püspök, veszprémi püspök lett, és őt Esztergom érsekévé is megválasztották, és az ő családjai volt ez a terület.
püspöki palotából pont lelátni a püspöki pihenőhöz. Versenyeztek egyébként az egyházi méltóságok, hogy kinek van, kinek milyen pavilonja van, és nem csak itt voltak ilyen nyári lakók, hanem most már 2 kert megnyílt a várban, ezekben a kertekben is voltak ilyen kis nyári lakók pavilonok. A szerelem szigeten sétálunk éppen, bár valójában nem sziget, nevét a veszprémiektől kapta. A vár keleti oldalának tövében a sétpatak mellett húzódó árnyas rész kitűnő helyszín nem csak első randinak. Margit romoknál vagyunk, a köznyelv csak így hívja, egyébként alexandrai Szent Katalinról elnevezett domonkos rendi apáca kolostor működött itt. 13. század közepén derekán alapították. Margit IV. Béla lánya itt nevelkedett a kolostorban gyerekkorában, a szobra körül magyar rózsákkal beültetett rózsakert található. Az egykori káptalani vízimalomnál vagyunk. Káptalani malom, ami annyit jelent, hogy a káptalan volt a birtokosa. A püspökségnek van egy tanácsadó testülete, ennek a tagjai a kanonokok, és maga a testület és a vezetője az a káptalan. Az a lényeg, ne rácsapjál, csak óvatosan fogd meg. De mit kell megfogni? A lemezt. Magát a lemezt? Óriási hangja. Tehát rányomok így középső ujjal mondjuk? Aha. A nagy járkálásban fáradt lábainkat Veszprém egy érdekes helyén pihentetjük meg. Itt a borkortyolgatás és a bakelit lemezek hallgatása egyszerre is lehetséges, pedig mi a podgyásszal már azt hittük, ezekkel a lemezekkel manapság csak a retrót imádók kezdenek valamit. Ennek most újra van egy ilyen nagyon nagy felfutása, egy körülbelül 5 éve, 10 évvel ezelőtt elindult. Az emberek újra vesznek lemezeket, ajándékba vesznek, tehát nagy mainstream előadóknak a lemezei mind megjelennek a mai napig. Hogy élmény az, hogy hazamész, kézbe fogod, felrakod, leülsz egy pohár bor mellett, felraksz egy jazzlemezt mondjuk, hát annál jobb nincsen. A nagy bakelit gyűjteménybe beköszön egy csendes éj, ez még nekem is megvan otthon, szerintem 1980 valahanyas, 76-os. Minden háztartásban minimum 2 darab van belőle. Please don't leave. Azt már ennyiből is ki lehet találni, hogy Tamás óriás lemezgyűjtő, lemezfelkutató, lemezlovas és borimádó. Nem rossz párosítás. Ja, és állítólag a bulikban, mint hangulatfelelős se teljesít rosszul. Ezt japán gyerekeknek találták ki játéknak, és ilyen manga zenéket adnak ki. Ez abszolút működik. Figyelj, hogyha te ennyire lemezőrült vagy, én abszolút, akkor neked tudnod kell, hogy a Kalabók nevű újságban lévő műanyag lemezek mik voltak. Persze, van nekem olyan, otthon van olyan, sőt még van olyan magyar képeslapom is. Amit le lehetett játszani. Le lehetett játszani. A rovat együttműködő partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség. Ha már szóba került a mai adásban Gizella, akkor búcsúzzunk is innen tőle a hatalmas szobra mellől, mellette Szent István. Egyébként most májusban kerültek ide vissza a régi helyükre felújítás után. Itt búcsúzunk a podgyásszal, reméljük, hogy tetszett az olaszországi összeállításunk az elmúlt hetekből, és ez a mai Veszprémi is, hogyha igen, vissza tudják nézni természetesen a Facebook, YouTube oldalunkon. A jövő héten friss tartalommal jövünk, addig is viszlát, szép hétvégét mindenkinek!